Akik azt hiszik, hogy a túrázáshoz vagy egy tanösvény meglátogatásához a túracipőn kívül más nem is kell, nagyot tévednek. Ez derült ki a legutóbbi Klímabarát estén, amelyen a honi tanösvények egyik legjobb ismerőjétől kaptak fontos információkat az érdeklődők. Hegyes Katalin nem csak természetvédőként, hanem túraútvonal szakértőként is elismert a zöld programok szervezői között. Az Aktív Magyarország program ugyan létrehozta a Digitális Vándor nevű applikációját, ám Hegyes Katalin egy könyvben gyűjtötte össze a fővárosban élő természetjárók számára nélkülözhetetlen információkat. Ebben a könyvben 130 tanösvényt ismertetek Budapesten is környékén, ez körülbelül egy-másfél órányira vannak ezek Budapesten. 151 jártam be, nagyon nehéz őket besorolni, én végül is egy tematikus besorolást választottam. Vannak olyanok, amelyek természeti útvonalak és a közeli természeti kincseket ismertetik, vannak, amik a geológiaiak, környezetvédelmiek, spirituálisak, kultúrtörténetileg, kardiók, meseösvények. Utóbbiakból például a Bábozd Zöldre Egyesület hozott létre többet is, a Ferenchegyen, a Kisceli Parkerdőben, illetve a Hárshegyen. Ezek a tanösvények elég élményt adnak a gyerekeknek ahhoz, hogy legyen kedvük elindulni. Hogyha például gyerekekkel indul útnak, akkor itt a kerületben a Kisvábhegyen van egy meseösvény. Több is van Budapesten, de azok nagyon jók arra, hogy a gyerekekkel, az érzékszerveikkel felfedeztessük az adott útvonalakat és magát a természetet is. Tehát, hogy füleljenek, szagoljanak bele a levegőbe, tapintsák ki a fatörzseket. Tehát, hogy így lehet velük megszerettetni a kirándulásokat és a tanösvényeket, és azt gondolom, hogy ezért is jók a tanösvények. Ugye a két fő csoport a kis gyermekes családok és a fit 50 felettiek. Illetve akinek mondjuk csak kevés ideje van, mondjuk 2-3 órája, vagy csak lehet, hogy egy. Azért a budapestiek közül van olyan, ami csak 1-2 kilométer, tehát az nyugodtan belefér 2 órába, hogy mondjuk péntek délután, az intenzív munka után elugorjunk oda. Vagy éppen a vasárnapi ebéd előtt egy kicsit kiszellőztessük a fejünket. Hegyes Katalintól megtudtuk, hogy amik fejkiszellőztetésre például egy jókai kerti séta is elegendő, ha komolyabb túrákra is vállalkozunk, akkor több mindent mérlegelnünk kell. Például azt, hogy milyen fizikai vagy lelki állapotban vagyunk, mert e szerint is lehet tanösvényt választani, mint ahogy a tematika vagy a fizikai igénybevétel szerint is. A kiválasztáshoz sok segítséget nyújt a Ki a Szabadba című összeállítás. Régiók szerint felosztottam ezt a 130 tanúsványt, elolvassa a leírást, amelyben nagyon sok hasznos információ van, hogy milyen hosszú, bejárható-e babakocsival, milyen nehézségű, van-e hozzá bármiféle leírás, kerékpárral meg lehet-e közelíteni, vagy tolószékkel, van-e hozzá szakvezetés, vagy tanúsványfüzet, és akkor kiválasztja, hogy önt melyik tematika érdekli, melyik nehézségű útvonal, és akkor oda elmehet. Ami fontos, hogy elemózsiát és vizet vigyen magával, ez a könyv ugye a koronavírusnak a gyümölcse, tehát akkor zárva voltak az éttermek, de hát azért összességében nagyon sokszor ezen tanúsványok és tájvédelmi körzetek közelében nem biztos, hogy van büfé vagy étterem. A tanösvény szakértő szerint a nagyobb, ismertebb túraútvonalak mellett azért is érdemes a tanösvényeket választani, mert azok felfedezési jellege, illetve interaktivitása nagyobb élményt nyújthat minden korosztálynak.